Ezekben a napokban a régi jó ismerősökkel is csak nagyon ritkán találkozik az ember, és Bai Évát sem láttuk több hete, talán már több hónapja személyesen, és amennyire lehet hinni, öt hét? Igen. Kicsit többnek tűnt, viszont ha rád néz az ember, akkor meg többnek látszik, mert hogy te, mint hogyha megint egy kicsit slankabb lenne az arcod, de semmiképpen nem hisztál. Hogy tűröd a karantént? Az az egy gondom van, hogy csak keveset járok vásárolni, mert azt nagyon szeretek. Úgyhogy egy héten egyszer-kétszer elmegyek, persze maszkban és kesztyűben, és az autóm tele van mindenféle fertőtlenítőszerrel, szokás szerint szedem a vitaminjaimat, és ma el kellett mennem végre Eperér, mert már nem bírom a narancsot, tudod? És végre kaptam, mert az a helyzet ugye, hogy 9 és 12 között vásárolhatok. És mire oda megyek, már a kisboltban nincs eper, mert addig megveszik. Úgyhogy most kivertem a balhét, megmondtam ott a fiúknak, hogy jövök Eperér, és tegyenek félre, úgyhogy volt. És boldog vagyok, úgyhogy vettem ma. Ilyenkor akarva akaratlan az ember picit többet sétál a hűtőhöz, vagy többet eszik, de mindenképpen kevesebbet mozog, tehát az ugyanannyi kalória bevitel is könnyen járhat hízással. Ez nálad hogy áll? Sokkal többet tornázom, mint egyébként. Általában ugye normális esetben heti kétszer megyek Leányfalura tornázni, így meg legalább heti 4-5-ször megyünk le. Úgyhogy állati jól érzem magam, meg most már beindult a kerti munka. Gondolom azért az is sokat segített abba, hogy ne óránként jusson eszedbe az evés, hogy még mindig szeded ezeket az étvágycsökkentő gyógynövényeidet. Ennek is most hasznát látod? Abszolút hasznát látom, nagyon-nagyon örülök neki. Sőt, mi több, sokszor már azt veszem észre, hogy délután már el is felejtem bevenni, mert sokszor már 2-3 után egyáltalán nem is eszem. Mert nem vagyok éhes, egész reggel 8-9-ig gyakorlatilag. Én úgy szoktam egyébként, hogy reggel, ébredés után megiszom 3 pohár vizet. Utána kávézom. Ebéd előtt is megiszom egy negyed órával 2 nagy pohár vizet. És ez nagyon jót tesz, nem is vagyok akkor pláne éhes. Mert tulajdonképpen a tiszta víz is telít. Barátnőimmel. Tuti, hogy amikor kártya volt, akkor mindig például körömpörköltöt ettünk, mert azt egyikünk férje se szereti. Ezekről teljesen leszoktam. Egyszerűen eszembe se jut. Nyugodtan kijelenthetjük most már, hogy nincs az, amikor azt mondjuk, hogy késő, és nincs olyan, amikor azt mondjuk, hogy erre az időre már jó lesz így, mert mindig lehet jobb. Ezt szeretném üzenni a korombeli csajsziknak. Valamelyik nap mentem bevásárolni, és megállítottak 9:30-kor, hogy nekem nem kéne bemenni, és akkor elővettem a szemüket, és megmutatta, hogy de igen, vásárolhatok. És jól esett, tudod, mert nyilván az ember olyan cuccokat is hord, ami azért divatos, meg jól is áll, úgyhogy élvezem a helyzetet nagyon. Mindenkinek azt javasolom. Spárgát tegyen, görögdinnyét tegyen, epret, és egyáltalán nem lesz éhes. Emellett, a kapszula mellett, és olyan csinik lesznek nyárra, hogy az csak... Mindenképpen elfogadjuk a javaslatodat, sőt ajánljuk is mindenkinek, hogy bármilyen módszerrel is, de érdemes a karantén ideje alatt is, főleg, hogy a végét járjuk már ennek remélhetőleg, visszaszerezni azt a formánkat, amivel aztán szívesen megyünk majd ki az utcára újra nap, mint nap, és most már igencsak nyári ruhákba, szóval érdemes elkezdeni.